Mindnyájan mennyei állampolgárok lettünk, ámen? És igazából mi nem tudunk semmi új üzenetet nektek ma sem mondani, csak azt, amit eddig is mondtunk. Azt tudjuk ismételni újra és újra, mint a papagáj. Miért? Mert ez van még mindig az Atya szívén rajta. És mi ez az üzenet? Az, fel is olvasom az elsőt. Ez az Efézusi levél első fejezet, 5.-6. verse. Ezért, amikor még szellemileg halottak voltunk a bűneink miatt, Krisztussal együtt új életre keltett. Bizony, Isten kegyelme mentett meg minket, sőt, mivel Jézus Krisztus részei vagyunk, vele együtt feltámasztott a halálból, és vele együtt a mennyei helyekre ültetett bennünket. Nem azt írja az ige, hogy a mennyei helyekre fog ültetni bennünket, hanem múlt időben. Testvér, ma te ott ülsz az Atya jobbján, Jézussal együtt. Így élted a mai napodat ma? Hogy te ott ülsz az Atya jobbján Jézussal együtt? Köszönöm, Évazám. Nagyon fontos azt megtanulnunk, hogy a szellemi harc az nem így folyik az ördög ellen már. Jézus nevében. Megkötözöm. Hanem így. Így van, mindenek fölé lettünk már helyezve. Minden fejedelemség, hatalmasság, erő és uraság fölé. Miért? Mert Jézus fölötte van minden uraságnak és erőnek és hatalmasságnak. És mi Jézussal együtt ott ülünk ma a mennyben az Atya jobbján. Szellemben, természetesen. És ha te, és lehet élni egy olyan életet, hogy a mennyből indítod el a napodat reggel. Nem a pokolból. Van egy ilyen élet, higgyétek el, mi már ezt évek óta éljük Évával. Hogy úgy lépek le az ágyról reggel, hogy én már egy mennyei helyen vagyok. Ez egy... Mert mennyei állampolgár vagyok, tehát mindez... És tudjátok, hogy... Így van. Mit jelent az, hogy állampolgár valaki? Szerintetek, hogy lehet valaki egy magyar állampolgár? Így van. Tehát itt kell, hogy szülessen ezen a földön meg. Amen. Itt kell, hogy megszülessen. És szerintetek, ha itt megszületik egy csecsemő, mondjuk Pécsen, a pécsi klinikán, megszületik egy csecsemő, szerintetek számít, hogy ő kövér lesz-e, sovány lesz-e, csúnya, vagy szép? Az állampolgárság szempontjából? És lehet, hogy csúfolni fogják az óvodába, hogy jaj, de dagi vagy. Vagy de kis csúnya vagy. De változtat ez azon, hogy ő magyarnak született? Ugye, hogy nem? Na, ugyanilyen az Isten országa. Az Isten országába csak beleszületni lehet. Az újjászületés ezért nagyon fontos. Hogy mondod? Elégedetlenséget érzed. Az jó, az egy szuper érzés. Most olyan érzed. Ez nagyon jó. Hogy igazából az urat, hát nem nagyon szeretik az emberek. Ja, hogy, ja, hogy aha, azt hittem, hogy benned van egy ilyen elégedetlenség magad felé. Benned is. Ez engem... Ez engem frusztrál, hogy olyan, mintha kihasználnak. Aha. És ez engem frusztrál, hogy csak mindig kérünk, csak kérünk, aha, csak kérünk. Közben már megkaptunk mindent. Igen, ez így van. Jó, vannak akadályok, mert nálam meg aztán főleg. Igen, csak még egy csomó minden nem ismertek meg, érted, igen, az emberek. Igen. És Jézus is azt mondja, hogy azok az emberek, akik gyűlölik egymást, és bántják egymást, és gyűlölködnek, azok sohasem ismerték meg még őt. Tehát ebből látszik meg. Ha látsz egy keresztény testvért, aki gyűlölködik, ő soha nem ismerte még meg Isten. Soha. De imádkoznunk kell azért, hogy megismerhessék. Értitek? Tehát mondhatja egy ember, hogy én hiszek Istenbe. De ha gyűlölködik, akkor sohasem ismerte meg őt. Miért? Azért, mert amikor megismered őt, akkor egyszerűen érzed, hogy
annyira méltatlan voltál Istennek a szeretetére, Istennek az elfogadására, hogy nem tehetem meg azt, hogy bárkire úgy nézzek, hogy az gyűlölettel, vagy haraggal. Hiszen annyira méltatlan voltam én, hogy az Isten jelenlétébe éljek, és ő befogadott engem. Akkor hogy jöhetek én utána ahhoz, hogy én ne fogadjak be valakit az én körömbe, úgymond, vagy értitek? Vagy hogy gyűlöletet tartsak fenn valaki felé. Tehát amikor igazából megismered... Mittet értünk. Így van. És én álomba szoktam kapni legtöbb dolgot. Mindig álomba. Aha. És a keresztről volt szó. Uh-huh. Nem tudom, hogy most kitől kaptam, hogy angyalok voltak, vagy nem tudom. De hogy meg tudnám nézni a kereszt halálát. És én azt mondtam, hogy meg. És azt mondták, nem. És mondom, hogy de. De mondták, nem. Rajtottam a fejem. És azt mondtam, hogy tényleg nem. Ugye, hogy belém látott, most vagy az úr volt, nem tudom mi. És egy olyan, most ezt nem tudom így elmondani, mintha valójában láttam volna. Nem láttam a kereszt halálát, de mintha de, mégis átéltem. A belsődben. A belsőmben olyan, hát sírtam. És egész nap sírtam, és mondtam, hogy hát nem tudjátok, mit értünk. Igen, de annyira nagy mélysége van ennek, tehát hogy azt sohasem fogjuk teljes egészében átérezni, és megtudni, hogy mi is történt ott. Igen. És tudjátok, hogy a Jézus halála és a Jézusnak a győzelme az nem a kereszten történt meg, hanem a Getsemáné kertben. Uh-huh. Ő ott harcolta meg ezt. Igen. És milyen érdekes az, hogy ott hogy Jézus mondta, hogy én mondhatnék nemet erre az egészre. Uh-huh. Mondhatnám azt, hogy atyám, én ezt nem. Ez túl nehéz. Én ezt nem vállalom. És jöttek volna az angyalok, és hazakísérték volna Jézust. De ő ennek ellenére azt mondta, hogy nem, én nem ezért jöttem, hogy most itt a cél előtt befejezzem, hanem végig fogok menni, és kínhalált fogok halni mindannyiunkért, mindannyiótokért. És megcsinálta. És kitartotta végsőkig. De tudjátok, ez nekünk példát kell, hogy mutasson. Mert ami előttünk van, ebben nekünk is meg kell állni. És szint kell vallanunk a mi hitünkkel. Most van annak az ideje, hogy ki fog derülni, hogy kinek valódi a hite, kinek kamu. Most jönnek azok az idők, amikor ki fog derülni, hogy ki az, aki gyülekezetbe járó keresztény volt, de soha nem volt az. Tehát most hiába mész el minden vasárnap, bemész így egy garázsba, attól nem leszel autó. Igaz? Ugye nem lesz, nem válsz autóvá, csak azért, mert a garázsba bementél minden vasárnap. Ezzel az injekcióval. Igen, de nagyon sok keresztény azt gondolja, hogy ha elmegyek a gyülekezetbe, én már keresztény vagyok. De nem. Értitek? Tehát ezért van az, ezért kérdeztem meg ezt az állampolgárság dolgot az előbb, mert az Isten országába csak bele születni lehet. Ezért mondta Jézus Nikodémusznak, hogyha újonnan nem születtek, soha nem láthatjátok meg az Isten országát. És milyen érdekes volt az, amit az öreg vakarta a fejét, az öreg farizeus, hogy menjek vissza anyámba, igen. Hogy újra megszülessek. Mert csak így tudta elképzelni ezt, mivel nem volt, tehát ő még nem értette, hát még teljesen ismeretlen volt az újjászületés, hogy miért. Az egyetlen születési forma előtte az volt, hogy a bébi az édesanyjának a méhéből jön ki. És ezért vakarta a fejét az öreg. Hogy én már vén ember vagyok, de hogy menjek vissza oda, hogy újra megszülessek. És emlékeztek, Jézus azt válaszolta, hogy ami testtől született, az test, és ami szellemtől született, az szellem. Ugye? És hogy nagyon fontos az, hogy minnyájan megszülessünk víz által és szellem által. Jézus elmondta neki. De ebben is egy óriási titok van, mert én régen mindig azt gondoltam, hogy a víz által az a bemerítést jelenti. És nem? Szerintem nem. Hanem
az, ahogyan születik a bébi, ahhoz a víz egy csatornaként segít, magzatvíz, hogy világra tudjon jönni a csecsemő. És abban a közegben növekszik, víz. Víz veszi körül. Ugye? És ez az a születés, amit mindnyájan átéltünk. Egy víz vett bennünket körül, és víz segített minket a világra. Tehát megszülettünk víz által. Testből. Ugye? Ez megvolt ugye mindannyiótoknak. Integessen, akinek nem. Miért fontos ez? Majd mindjárt kifogok erre is térni. A második? Szellem által. A második világra jövetelünk ugyanígy működik, mint az első, csak nem víz a közeg, hanem a Szent Szellem. Az vesz bennünket körül, most is, itt ezen a helyen is. És hogyan történik meg? Úgy, hogy jön az a Istennek a szava, és tudjátok, ezt hívja a Biblia magnak, vagy a görög spermának. Tehát az a szó, az a mag, az a hímivar sejt, úgymond, amit Isten kimond az ő száján, az bekerül a szívedbe, és megtermékenyíti azt. Hitre jut a szíved. Elkezded elhinni, amit Isten mondott az ő szavában. Ugye? A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten beszéde által. Tehát a szívedbe valami elkezd mozogni benn. Ugye? És aztán egyre többet gondolsz erre. Egyre többet foglalkozol. Növekszik benned valami, amit nem is értesz, hogy micsoda. Így van, de a Szent Szellem a közeg, amiben te ott növekszel. Míg eljön az a nap, hogy azt mondod, én át akarom adni Jézusnak az életemet. Valakinek ez nagyon gyorsan lezajlik, valakinek évek kellenek ehhez. Ez nem úgy van, hogy 9 hónap, ez nem így működik mindenkinél. De újjászületsz. És egy új teremtés jön létre. És onnantól kezdve, de miért? De figyeljetek ide, egy óriási titok van. Nézzél meg egy gyereket, ránézel, hát ez tiszta apja. Vagy tiszta anyja, ugye? Miért? Mert az apának és az anyának a petesejtje és a hímivar sejtje találkozott, és abban benne volt ebbe a két sejtben minden információ ahhoz, hogy ez a gyerek hogy fog viselkedni, hogy fog kinézni, milyen lesz a hajaszíne, értitek? És még az is, hogy hasonlítani fog valószínűleg vagy az anyjára, vagy az apjára. Isten ugyanilyen. Az ő szavában benne van minden képesség arra, hogy amikor megtermékenyül a szíved, és ami ebből létrejön, az újjászületés, elkezdesz Istenre hasonlítani. Az kell, testvére, amikor rád néznek, azt mondja, hát ez kiköpött az apja. Értitek miért? Azért, mert az az új teremtés, ami megszületett bennünk, az Istenből jött a szívünkbe. Az ő szava által születhetünk újjá. És amikor újjá születtünk, onnantól kezdve ez a belső emberünk folyamatosan vágyakozik Isten után. Vágyakozik arra, hogy Isten jelenlétébe éljen. Amen. És így növekszünk, és elkezdünk növekedni szellemben. És tudjátok, hogy amikor elhangzik egy profécia, vagy Isten szól, mindig az új teremtésnek szól. Soha nem a testnek, soha nem az óembernek. Annyira érdekes ez, hogy ugye már van bennünk két természet. Van az óember, meg van az új ember. Amen. És igazából van egy nagyon régi indián közmondás, hogy ha két farkas verekszik, akkor melyik győz? Az, amelyiket eteted. Az fog győzni. Amelyik nem eszik, amelyik nem kap enni, az gyenge lesz, az veszíteni fog. Na ugyanígy van ez a szellemi emberünkkel, meg a testi emberünkkel. Amelyiket táplálod, az fog győzni. Hogyha te szellemi ember szeretnél lenni, akkor nagyon fontos az, hogy azt tápláld. És egyre gyengébb lesz a testednek a vágyai, kívánságai, akarata, és te egyre jobban fogsz hasonlítani a te teremtődhöz.
ez Isten vágya. Az ördög meg mindig azt szeretné, hogy ne, de a testednek a kívánságot csinál. Hogy ráhasonlíts. És láttatok már biztos totál testi embereket, hát ők jobban hasonlítanak a sátánra, mint Istenre. És keresztényekről beszélek. Mert ők azt etették, folyamatosan. Értitek? De nagyon fontos, hogy ezekben az időkben, amiben most élünk, nyilvánvalóvá lesz mindenki számára, hogy te melyiket etetted az életedbe. És ezért most nagy felelősség az, hogy ezekben az időkben hogyan éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat. Hogy hogyan fogjuk ezt, amikor jönnek szembe az óriások, amiről tegnap is beszéltünk. Hogy fogunk szembeállni velük? Úgyhogy zizeg a térdünk, vagy elszaladunk, vagy pedig szembe megyünk veled is, mint ahogy Dávid mondja, hogy figyelj ide, én az én Istenem nevében jövök ellened, és ma le fogom vágni a te fejedet, a te kardoddal, a saját kardoddal. És nem lesz rajtad csak egy kis tunika, meg egy parittya a kezedbe. És jön majd veled szembe az óriás felpáncélozó, mint egy tank. És mit akar az óriás? Megfélemlíteni téged. Mert ugyanezt csinálta Góliát. Átkozta Izraelt, az Izrael istenét. És az volt a terve, hogy már a megfélemlítéssel legyőzi. Utána már csak le kell vágni. És mindenki az Izrael seregéből ott remegett. Még nem jött egy ilyen kis pásztorfiú fütyörésre. Ugye? Igen. És akkor behívatta ugye Saul, mert ő volt akkor a király Izraelben, a sátrába, hogy legalább a páncélomat vedd föl. Hát nem menjél már ilyen kis tunikába az óriás ellen. De tudjátok, hogy Saul volt a legmagasabb férfi Izraelben. Tehát igazából neki kellett volna kiállni a Góliát ellen, mert ő volt a legmagasabb. Azt írja a Biblia, hogy ő egy fejjel magasabb volt mindenkinél Izraelben. De őnek is zizegett össze a térde. Kattogott össze. És ezt az óriási nagy páncélját akarta Dávidra ráadni. Meg volt a félelmítve. Persze, hát már... Mindenkinek volt félelmítve. Igen, mert már hetek óta járt ki minden nap Góliát, és átkozta őket. Na de figyeljetek ide. Miben volt más a Dávid meg az Izrael serege? Szerintetek? Kapcsolata volt Isten. Ez az. A többieknek... teljesen sekélyes volt a kapcsolatuk. Ők is tudták, hogy mi vagyunk az Isten serege. Együtt vagyunk. Néztek egymásra. Adj egy ötöst. Összecsapták a kezüket. Most együtt vagyunk, így kemények vagyunk. Erre megjelenik a Góliát. És azt mondják, egy álljon ki ellenem. És néztek össze. Mi? Egy. Mi csak együtt vagyunk kemények. Értitek? Tehát, hogy ez a tömeghatás. Hogy sokszor a keresztények is összejönnek a gyülekezetekbe, és akkor kemény, akkor minden jó. Akkor dicsérjük az Urat, hú, de szellemiek vagyunk. Teljesen addig még ki nem mennek a gyülekezet ajtaján. És aztán megint ugyanolyanok, mint bármelyik világi ember, tisztelet a kivételnek. Én nem akarok senkit most megítélni ezzel, ezt mindenkinek magának kell eltartani a szívével. Amen. De viszont egy dologban biztos vagyok, hogy mindannyiunknak szembe kell állni majd az óriásokkal. Ebbe biztos vagyok. Mert Jézus sem árult zsákba macskát semmilyen tanításába. Azt mondta Jézus, hogy aki a fövenyre építette a házat, vagy a sziklára, mind a kettőhöz jöttek a szelek, jöttek az esők, jöttek az árvizek. Beleütközött mind a két házba. Nem azt mondta Jézus, hogy aki a sziklára építette, ó, még egy eső csepp se esett arra a házra. Nem úgy szél. Hát az csak a nap sütött rá. Ugye, hogy nem ezt mondta Jézus? Nem. Hanem azt mondta, ugyanazok a viharok fogják érni mind a két házat. Ugyanazok a szelek, ugyanazok az árvizek. Igen. És mi lett a különbség a kettő között? Az egyik megállt, és a másik összedőlt. Ebben az időben élünk most, hogy ezt látjuk, hogy dőlnek össze a házak egymás után. Nem csak a házak, a gyülekezetek is. Ez nagyon jó dolog. Ez szuper. Már most van az ember. Igen, mert utána is kellett a győzelmet. Nem, most még van idő megtérni. Igen. Ez kegyelem Istentől. Nem azért mondom, hogy jó dolog, hogy jaj, de örülök neki, végre
meglátszik majd, hogy mi vagyunk a kemények. Ja, ézre kaphatnak az így az van. Ez Isten kegyelme, hogy szembenézhetnek az emberek a tükörrel, igen, és azt mondhatják, figyelj, az elmúlt 20 évet kidobhatom a kukába, de még van időm megtérni. Még mindig. Még mindig. Nem a teológia, ugye, nem Istennel való személyes kapcsolat. De eddig is megvolt a lehetőség. De eddig a büszkeség visszatartott az emberek. De itt már nem igazán az alázat az, ami fog majd dominálni, hanem az összetöretés. Az összetöretés hozza el azt a fajta alázatot, amiről te is beszélsz, ami azt okozza, hogy Uram, ne rólam szóljon, innentől kezdve nem rólad. Értitek? Mert az a kereszténység, amikor ki kell pipálni minden nap, hogy ma is jó keresztény voltam, és ma is megtettem mindent, amit elvártak tőlem. Igen, lehet, hogy megtetted, de vajon azt megtetted, amit Isten vár el tőled. Értitek? Tehát, hogy... És az nem feltétlenül azonos a kettő. Biztos, hogy nem. Több, mint valószínű. De a lényeg az az, hogy most van az az idő, amikor mi is úgy vagyunk, mint Dávid, hogy kin vagyunk a kis bárányainkkal, mindenki éli a maga kis életét, maga kicsit helyén. Ugye? Mindenki éli a maga kis életét, és az, hogy ebben a kis életében ki mit csinál, azt majd meg fogja próbálni az a nap, amikor szembe kell állni az óriással. Meghatározza a jövőt, hogy mi a jövőben mi fog történni. Pontosan, minden. Tehát ezért mondom, hogy nem az Isten tiszteleten zajlik a te növekedésed Istennel, hanem otthon, amikor te Istennel, amikor megéled a hétköznapjaidat, amiken keresztül mész. Érted? És nincs semmi baj, ha elesél valamibe, vagy kudarcot vallasz valamibe. Isten nem fog téged károsztatni, hanem hív, hogy gyere, menjünk tovább. Újra fuss neki, én itt vagyok veled. Nincs semmi baj. A legnagyobb baj az, hogy azt mondja, én nem futok sehova. Hanem leülök a homokba, és itt a homokozóba, a kis liberóba, itt rakom a homokot, rakom a kis homokot az izébe, érted? A kis vödörbe is fordítom le. Értitek? De viszont... Nyugodtan. Igen, én is gondolkoztam, de értem én, hogy mi volt ott. Na most a Dávidnak volt egy kapcsolata, ismerete Istenről, tehát tudta, hogy ő kicsoda Istenben, és ki Isten. Így van. Ő nagyon jól tudta, mert... Pedig nem járt teológiára sehová. Ne, mert azt mondta az óriásnak, hogy ő az Izrael Istenének a nevében. Így van, így van. És te nagy sájhős most. Így van, annyi. Így van. Tehát tudta, hogy kinek a nevében, érted? Szóval így na így erről van szó, érted? De hogyan tudta? Miért tudott ismeret, ő más, mint a többiek? Megismerni Isten, aki ő. Isten, mint személyt ismerte, nem csak egyet hallott valamit. Nem, mint Izrael vallását. Ő teljesen. Ez a különbség, pontosan. Így van. Ismerte Istent, ő tudta, ki az Isten, sőt, ő tudta, hogy benne meg lehet bízni, hogy amit ő mond, az valóság. Így van, mert azt mondja, hogy amikor jött az oroszlán, akkor azt legyőztem, amikor jött a medve, akkor azt győztem le. Az én Istenemmel. És igazából nagyon fontos ezt megérteni, hogy amikor Isten formálni akar bennünket, akkor különböző kihívások, kisebb dolgok vannak ott az életünkben, és már ott meg van próbálva az, hogy bízunk-e benne. És van olyan, hogy nem. Azt kell mondani, hogy nem. Tehát úgy jövünk ki egy helyzetből, hogy el kell ismerni, hogy hát most ebben nem bíztam Istenbe. És elhasaltam. És nincs semmi baj. Értitek? Tehát ne állítson ez meg senkit, hogyha elvérzik valamibe. Mert Isten odajön, gyöngéden fölsegít, és azt mondja, figyelj, fussunk neki megint együtt. És ez a kegyelem. Hogy nem úgy van, mint apám, hogy szólt, hogy nem úgy volt, már kaptam a bűnös pofont a következőre. Hanem Isten ugyanazzal a gyöngétséggel jön, századszor is. És mi ezt nem tudjuk elképzelni. Mert emberek vagyunk, és azt hiszük, hogy Isten türelme ugyanúgy elfogy, mint az apánk türelme elfogyott a második próbálkozásnál. De egyébként ezt én is tapasztalom, hogy amikor így elrontom, és megtanultam azt, hogy,
hogy én az ő fia vagyok. Uh-huh. Bátran, ugyanúgy te is mondod, hogy nem olyan, mint apám, hanem ő teljesen mások. Így van, teljesen. Én megtanultam már azt, hogy én tényleg teljesen bátran neki is az unom. Uh-huh. Elrontottam, uh-huh. És onnan kezdtem. És nem szégyen elismerni, érted? És onnan megyek tovább, ahol elrontottam. Ennyi. És nincs kárhoztatás érzésed már. Nincs kárhoztatás. Ez nagyon fontos. Sőt, idézően minden tud úgy működni tovább, ahogy így van, működik. Így van. És mehetsz tovább, igen. Szabadon Istennel. Igen. És nem úgy van, hogy az Úr közben beír neked 10 fekete pontot. Igen. És úgy mész tovább. Mert szokták mondani, hogy akkor most innen leestél, de és előre kell kezdeni. Nem. Nem. Ez nem igaz. Nem. Akkor, ez akkor van, hogyha büszke vagy, és nem akarod elismerni, hogy hibáztál. Ja. Igen, mert a legnagyobb ellenségünk azok saját magunk vagyunk a növekedésbe. Tehát Isten elvisz mindannyiunkat oda, ahol elismerjük azt, hogy nem megy nélküle. Az egyik embernek mindent el kell, hogy veszítsen az életébe ehhez. Épp, hogy az élete nagyon nehezen, de mindent. Van, akinek a családja rámegy, a munkája, a háza, mindene, és a büszkeségünk mindig ott van. Míg eljut odáig, hogy összetörik Isten előtt, és azt mondja, hogy Uram, már csak te maradtál. És tudod mit? Isten az örökkévalóság szempontjából erre a pillanatra vár mindannyiunk életébe. Én ezt nem akarom megvárni, hogy Isten engem idáig elvigyen. Miért? Mert Isten egy féltékenyen szerető Isten. Tehát ő, értitek? Tehát, hogyha ha mi már megértük arra, hogy ne hagyjon minket ebbe a bűnös állapotunkba, hanem hogy azt a munkát, amit elkezdett bennünk, azt tényleg fejezze be, ő meg fogja fejezni. De ez sokszor fájdalmas. Csak egy gondolat. És tudjátok, én azt szoktam mindig Istennek mondani, hogy Uram, törjél engem össze a suttogásoddal. Már az elsővel. Érted? Hogy amikor már hallom az ő halkszelít szavát, az én szívem már legyen egy ilyen befogadó, egy ilyen megtört állapotban, hogy Uram, nem értem, nem tudom, de akkor is neked adok igazat. Értitek? Nem ez a büszkeség, nem, majd én jobban tudom. Mert ezzel van a baj mindig. Értitek? És amikor tényleg ez a képlékeny a szívünk Isten előtt, akkor naponta meglátjuk az ő dicsőségét. Még akkor is, hogyha lehet az elején még nem értettünk sok mindent. De azt megértettük, hogy Isten jó, és a legjobbat akarja nekünk. És tudjátok, azt mondja, és Éva is mondta itt az elején, meg nagyon sok helyről, hogy Isten soha nem adna rosszat. És ez igaz, de mi a rossz? Rossz a tested számára, az élethelyzeted számára, vagy az örök üdvösséged számára? Nagyon nagy kérdés. Értitek? Mert vannak dolgok, amik igenis megtörténnek keresztény emberek életébe, és tártott szájjal állnak, hogy Istenem, hát hogy engedhetted ezt meg? Hogyha szeretsz. Értitek? Mert emberi módon gondolkodnak. És nem az örökkévalóság szempontjából. De azt kell megértsük, hogy Isten a legjobbat készített el a számunkra. Nekünk is volt olyan, hogy valami szörnyű dolog volt, ami elveszítettünk valamit, amit nagyon nem akartunk elveszíteni. Anyagiakba is, meg mindenbe. És Isten meg akarta arra tanítani, hogy ne abba legyen az én biztonságom, ne abba legyen az én békességem, hogy az ott van, hanem az Úr fogja és elveszi az Úrból. Na, mint ahogy Ábrahámnak szólt, hogy áldozz fel az Izsákot. Az egy jó dolog? Egy apának azt mondani, hogy áldozd fel a fiadat, mert szúr bele a kést, és folyas ki a vérét? Mint egy malacnak? Érted? De Ábrahám annyira szerette Istent, hogy Isten egyszer szólt neki, hogy áldozd fel a te fiadat, de már kétszer kellett rászóljon, hogy ne csináld. Olvassátok el majd a Bibliátokban. Kétszer szólt rá az Úr, hogy állj le! Annyira elszánta magát, hogy megcsinálja, amit Isten tőle kért. De Ábrahám hitte, hogy Isten az, aki a holtakat hát, és mi miért nem hiszünk? Mi a
Mi miért nem hisszük el azt, hogy ugyanazt abba az Istenbe hiszünk, mint az Ábrahám? Mikor valamit elkér tőlünk, ami nagyon kedves. Vagy el akar venni tőlünk valamit, ami, vagy azt mondja, hogy áldozd fel ezt nekem. Vagy ajándékozd oda az autódot egy testvérnek, ami neked nagyon kedves. Egy Izsákot. Uram, hát 20 éve gyűjtöttem rá. Tényleg? Én meg azt hittem, hogy én adtam neked. Például, ha van nálad mondjuk egy 100 000, csak mondok egy példát, a pénz az elég tényes dolog mindenkinek. A pénzről nagyon sokat kell, sokkal többet kellene beszélni, mint amennyit beszélnek. És akkor azt mondta, hogy egészségesen lehessen hozzáállni. Menjél oda ahhoz a testvérethez, és add neki. Így van, így van, ilyen is van. Na most akkor. Mert Isten, de várjál, ezt tegnap is elmondtam, de ma is elmondom. Amikor Isten kér tőled valamit, hogy áldjál meg valakit, a mögött már mindig, és mindig, és mindig van egy sokkal nagyobb terve, hogy téged akar megáldani. De arra kíváncsi, hogy ki tudod-e nyitni a markodat. Oda tudod-e adni azt, amire ő indított téged. Tegnap ugye beszéltünk erről. És amikor megteszed, akkor Isten keze is ki tud nyílni. A sokkal nagyobb dologgal. Ha valamit ezt Évával megtanultuk ez alatt a 31-32 év alatt, mióta az Úrral járunk. Értitek? Tehát Isten azt akarja, hogy ne maradjunk korcsók, ne maradjunk ilyen önző kis elkényeztetett kis gyerekek, akire ráfúj a szél, és akkor hiszti, meg vergődnek, tudod, meg minden. Enyém. És oké, kifizettem a tizedet, ez már az enyém. Mert annyira gyakorlatilag elmondod az igét. Hát mert ismerjük a gyerek természetét. Aki megéri, aki ezt átéri, megéri. Igen. És ez nagyon jó, hogy gyakorlatilag egyszerűen is belefiolik, egyszerűen megérti. Csak gyakorolni kell mindenkinek ezt. Igen, de tudjátok, hogy Istennek az a terve, hogy benneteket és mindnyájatokat egy vezetővé tegyen az ő királyságába. Most el tudod képzelni azt, hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, jövő héttől vezessél 1000 embert az Úrnak az útján. Hát hányan mondanátok igent rá erre a hívásra most? Csak 1000 ember, nem többet. Csak ezret. És azt kell lelkigondozni a kínjaikkal, a problémáikkal. Hát még 5 emberre is nagyon nehéz. Nemhogy... Egy-egy csoport nekem. Egyre gondot viselni. Csaba, képzeld el, hogy bocsánat, hogy közben vagyok. Mi is annyi 1000 emberrel vagyunk kapcsolatban. Elhagyom, hogy segített, mert nekem adott szerintet tartó, hogy kérdésem az evangélium. Amen. Tudom. Halleluja. Szóval visszatérve azokra a dolgokra, amivel kezdtük ezt az egészet, hogy mi mindnyájan mennyei állampolgárok vagyunk. És hány millió ember mondja el naponta több ezerszer a mi atyánkot, ugye? Most nem az a lényeg, hanem hogy igazából nincsenek is tudatában annak, hogy miket is mondanak ki a szájukon. Ugye? Azt mondják, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen megszentelve a te neved, ez nagyon szép. Jöjjön el a te királyi uralmad, legyen meg a te tökéletes akaratod, ahogy a mennyben, úgy itt a földön is. Ugye? Na, tehát ezzel már kimondják azt, hogy az a mennyei minta, ami a mennyben van, ahogyan Isten a mennyben uralkodik, ugyanaz a minta legyen itt a földön is meg. Csak nagyon lényeges ez, hogy ezt kell, hogy megértsük mindnyájan, hogy igazából ezek az idők, amik most vannak, ez a Covid-járvány, különböző dolgok, biztos ti is halljátok, hogy mik folynak a világba, különböző dolgok, és ezek még csak a kis előszelei azoknak a dolgoknak, amik jönnek a világra. De ennek ellenére én azt mondom, hogy a történelem legszebb korszakában élünk. Azoknak az lesz, akik az Úrban élnek. Igen, de aki magának él, annak nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz lesz. És pontosan ez is az Isten kegyelme, hogy a büszke ember le tudjon szállni a magas lóról, és azt mondja, hogy Jézus, te ülj rá az én lovamra,
Vagy te ülj az én arra a trónra, ami az én szívembe van felállítva. Ez mind Isten kegyelme, és benne van a Bibliában. Ezek az idők muszáj, hogy eljöjjenek. De ezzel egy időben én hiszem, hogy lesz egy hatalmas kiáradás a Szent Szellemnek. Most egy nagy dilemma a keresztények között, hogy most az egyik tábor azt mondja, hogy hát most egy nagy kiáradás lesz, most, vagy lesz egy nagyon nehéz, nyomorúságos időszak. De azt nem tudják elképzelni, hogy a kettő teljesen ugyanabban az időben megvalósulhat. Tudtátok azt, hogy például a reformáció, amikor a katolikus egyházból a luterék hozták a reformációt, tehát a luteránus, a református egyház ugye egy hatalmas ébredésbe kijöttek a katolikus egyházból, hogy ez mikor történt? Amikor a török betört az országba. Törökök. És 150 évig itt garázdálkodtak nálunk a törökök. És a török uralom alatt volt a reformáció Magyarországon is. Tényleg hallottam már. Igen. Milyen érdekes, nem? Pont akkor, amikor a legnagyobb, legjobban síratták az országot az emberek is, hogy a legnagyobb sötétségben, így van. Lerombolták a keresztény templomokat, stb. És milyen érdekes, hogy Isten meg hozott egy megújulást, egy felfrissülést. Kidobálták a bálványokat a templomokból, az aranykereszteket, meg a mindenféle freskókat, meg mindent, hogy, mert ugye azt írja a Biblia, hogy ne csinálj semmilyen képet Istenről, és ne imádd azokat. És ezeket mindet, amit megtaláltak a luterék, ezt így rendbe rakták, és hozott ez egy hatalmas megújulást. De ez, hogy ekkor történt, értitek? És lehet, hogy most is egy hasonló idő jön, nem tudom, mit fog hozni a jövő, de számít, testvéreim, milyen idő jön, ha te Jézusban élsz. Nem számít. Kezdenek az ölt csinálni a városi keresztények, hogy akik tudnak, kimennek vidékre. Tanyákat vesznek. Elkezdenek tanyákat venni, és ugye elkezdenek gazdálkodni. És ugye felépíteni gazdálkodást, és akkor majd... Hogy önellátó legyen. Így van, a saját magukat el tudják. Bizük legyen, meg állatai. És mi van azokkal, akik ezt nem mindenek? De akkor már ők önellátók, ők megint önigazultak, nem arról van szó, hogy Isten fog magunk gondoskodni, ha ő benne bíznak? Nem feltétlenül egy rossz dolog ez. Tehát nehogy... Ez szerintem lehet... Kérdezem, mi a véleményed erről? Nem. Ezt nem szabad így látni, hogy ez egy hitetlenség. Egyáltalán nem. De én azt látom, hogy azok, akik tényleg nem tudják ezt megtenni, ott lesz egy természet fölötti ellátás Istentől. Mert nem mindenki tudja ezt megcsinálni. De lehet, hogy pont ők fogják majd segíteni azokat, akik érted? Tehát, hogy nem mindenki. Tehát olyan is lesz szerintem, hogy emberek fognak betörni ezekből a tanyákra, és majd felássák a krumplit, meg minden. Szóval, tehát most érzi jól. Mert már olyanok is vannak, akik ugye fegyverkeznek föl, meg harctechnikákat, küzdősportokat tanulnak, hogy majd, ha jönnek ellopni amiük van, akkor már fel lesznek rá készülve. Nem a keresztények, hanem világi emberek is érzik már ennek a súlyát, hogy egyre inkább függetlennek kell lenni a rendszertől. Amerikában főleg, tehát ott rendesen már ilyen bunkereket építenek, meg ilyen az erdőben ilyen küzdősportokat tanulnak, meg összefognak 20-30-an, 50-en, és hogy majd ilyen, mint egy ilyen törzs fogják védeni, rengeteg fegyverrel, be vannak rendezkedve lőállásokkal, mindennel, hogy amit beraktároztak konzerveket, meg kaját, meg minden, hogy meg tudják védeni. És előfordulhat, hogy megtörténhet az a dolog, amit ugye, amikor ott volt az 5000 ember, ott volt a 4000 ember, ugye volt egy kicsi hal, volt egy kicsi kenyér, volt egy kis... Ezért mondom, hogy a legjobb idő jön. Hogy ilyen, hogy azt mondja, hogy amit ő megtett, azt mi is meg fogjuk tudni tenni. Na, ugye, és de csak akkor, hogyha most mi komolyan veszük Jézus szavait. De ezt mondom, hogy akkor gyakorlatilag nem kell elmennem nekem... Parasztnak. Így van. Paraszt. Nem, tanyád lenni. Paraszt, hogy te van. Oké, meg tudnám csinálni. Megcsinálnám. Meg tudnám csinálni. Most nem vagyok olyan helyzetben, hogy ezt meg tudom. De szerinted ezt Isten nem tudja? Tudja. Pont ezt mondom, hogy akkor ez nem lehet, hogy most...
lesz egy, mit, ugye, hogy az olaj is nem fogyott el, az olaj például. Erről van szó. És ez egy jó szövetségi példa. Persze. Az új szövetségben sokkal, ugye mindent megkaptunk. Biztos. Az a lényeg, hogy azt kell nekünk megtenni, amit Isten tőlünk kér. Az egyik embertől azt kéri, hogy vegyél tanyát. Aha, legyenek disznóid, legyenek csirkéid. A másik embernek meg azt mondja, hogy legyél hozzám hűséges azzal, amit van, azzal a kicsivel, és bennem bíz. És lehet, hogy majd azt fogja felhasználni, akinek van sok állata, farmja, érted? Mert ismerek én is már sok ilyen keresztény embert is, akik direkt ezzel a céllal tartják a farmot, hogy majd tudjanak segíteni majd azokban az időkben, azoknak a keresztényeknek, akik rá lesznek utalva. Na, viszont ez egy jó motivum, de nem mindenkinek ez a motivum. Nem, de ez számít. Nem. Egy a lényeg, hogy Isten, érted? Tehát ez olyan dolog, mint az, hogy most, most nekem számít, hogy honnan jön az anyagi forrás a szolgálatomra? Igen, az a lényeg. Érted? Benneteket is használt erre Isten. Amen. Tehát erre is tanítani akar bennünket, hogy, hogy ebben is legyünk aktívak. Érted? Most, ezekben az időkben. Mert ahogy mondtam, amikor el tudod engedni, ami a kezedben van, akkor tudja is, Isten is elengedni, ami az ő kezében van. És ezért látom azt, hogy ezért van annyi nyomorult, és úgymond olyan keresztények, én nincs tellenek, mert sokszor nem tudják elengedni azt, ami a kezükben van. Gyura, már ennyi van? Igen. Tényleg annyi van? Nekem nem. Ugye? És erre is meg akar minket Isten tanítani, hogy Jézusban mi mindent megkaptunk. Minden, ami ilyenk lett. De ezt folyamatosan ebben magunkat gyakorolni kell. És nem csak a hit életünk, tudjátok, honnan kezdődik el aktív lenni? Hogy a cselekvésnél. Mondhatom én, hogy hiszek. Igen, mutasd meg a cselekedeteidbe. Hogy miben hiszel? Érted? És én azt látom, hogy sokszor mondják, hogy 1000 forintos belépő, miért kell belépőt szedni egy konferenciára? És kapjuk egymás után az e-maileket. Érted? Aki 1000 forintot sajnál arra, hogy egy 3 napos konferencián részt vegyen, és minden alkalom előtt van egy gyűjtés, szerintetek fog bármit is bedobni abba a kosárba? Aki panaszolja ezt az 1000 forintot is bedobni? Az még nem értette meg az isteni gondviselés lényegét. Érted? Ez nem úgy van, hogy én csak tártam a számat, és akkor a sürgalom meg beleesik. Valakinek hanem... meg kell sütni. Igen, és be is el kell dobni felé. Igen, de ez egyébként tényleg így van. Az Úr azt akarja, hogy mi mindnyájan egy aktív részei legyünk az ő királyságának. És ennek az anyagiak egy nagyon komoly része. Nálunk is. Nehogy azt gondoljátok, hogy mi csak így befelé jön a pénz, és akkor mi azt költjük és használjuk. Nem, a padláson forgatjuk. Oh, jó. Forgatjuk, hogy száradjon, tudod, villáhajjuk. Nem. Hanem Isten tőlünk is elkér dolgokat, és azt meg kell tennünk. Időről időre. Mert az Úr arra is kíváncsi, hogy, mi el tudjuk engedni. Mi az, ami az, a szívünk nekünk is, amihez tapad, azt az Úr elkéri. Értitek? És ezért tudott Isten bennünket is abban, amiben megáldott megáldani, mert nem tapad hozzá a szívünk. Készek vagyunk továbbadni. Amiről tegnap is bizonyságokat meséltünk, ugye laptopokról, meg stb. Autókról, vagy bármiről, amit Isten elkért, ez nagyon jó volt a tegnap este is, hogy hogyan viselt gondot Isten ezekről a dolgokról is eddig is, és ezután is fog, mert ő hűséges. Igen. De most ezekben az időkben kell megtanulni Istennel járni. Értitek? És figyelni. Uram, mi az, amit tőlem kérsz? Tehát akkor, tegnap ugye szó volt erről, akkor ami nálunk vannak anyagiak, annak hány százaléka az Istené? Száz. Semmi nem van ilyen. Mi is ilyen. Minden sáfárságra kaptunk Istentől. És ez azt jelenti a sáfár, hogy nem az övé, de gazdálkodik vele. Igen. Tehát ha Isten megengedi, hogy nálad legyenek bizonyos források, ez egy csodálatos dolog, de Isten minket minden fölött sáfárá tett. Ez legyen egy kijelentés, továbbadom, vagy megtartom magamnak. Értitek?
Vagy az anyagiak területén. Most elkezdem begyűjteni a dolgokat, mert félek, hogy mit hoz a holnap. Vagy kész vagyok, ha Isten szól, továbbadni. Értitek? Mert tudom azt, hogy Isten gondot fog rólam viselni holnap is. Ebben megláthatjuk Izraelnek a hozzáállását is, megint csak az igébe, hogy ugye amikor jöttek a fűrjek, el tudjátok azt képzelni, hogy több száz kilónyi fűrjet öltek meg per fő, és megromlik egy nap alatt, igen, az a rengeteg hús, és Isten, meg a manna is. És Isten lesújtott rájuk, mert kapzsik voltak, miért? Mert úgy voltak vele, nem tudjuk mit hoz a holnap, lehet holnap nem lesz már fűrj. Ezért begyűjtjük. És dobzódtak, és hogy értitek? Tehát ez mutatja a karaktert, hogy nem bíztak Istenbe egyáltalán. Ugyanígy a mannát is, aki többet gyűjtött, mint egy napra való, az megrothat, megposhat. Mégis vannak emberek, arról beszélnek, hogy gyűjteni kell. Nem azzal van a baj, akkor gyűjts, ha Isten erre téged kifejezetten kér. Ne félelemből. Soha ne a félelmed irányítson, és ne az mondja meg, hogy mit cselekedjél. Mert ha a félelmed irányít, akkor az téged be fog vinni egy ilyen örvénybe. És az nem a hitnek az útja, az a félelemnek az útja. És az nem jó. De amikor Isten azt mondja, és nekünk is mondta Isten, figyelj, vegyél 10 kiló rizset, meg 10 kiló lisztet, legyen otthon eltéve. Ha esetleg egy hétig nem lesz kaja a polcokon, vagy akármi, akkor legyen mihez nyúlni. És ez nem hitetlenség. Persze, igen. A Szent Szellem mondta. Igen, igen. És ezt nem úgy mentem el a boltba, vagy nem úgy vettem meg, hogy jaj, mit hoz majd, jaj, hogy jön az Antikrisztus. Nagy különbség. Nagyon nagy különbség. Mint valaki más a számra, hát ismerek keresztényeket, most beszélgettem velük, hogy tavasszal, az év elején is volt egy hasonló ilyen időszak, amikor jöttek a hírek, hogy hú, igen. Jön, és úgy beraktároztak, hogy ilyen több mázsányi, tonnányi, és már most kezd megromlani. Igen, már kezd lejárni a szavatossága, meg minden. De most sok kézzel régen például a lisztet fölvitték a padlásra, a zsákba, igen. A valahol elhozták, uh-huh. És az egy évig elegendő, nem csak hogy elegendő volt, és normális liszt volt. Hát azt tudod szellőzni, az ilyen vászonos kenderzsákba volt. Most a kézacskóban van, akkor kinyitom, és... Benne van az, igen, benne van a molylepke, meg a... Zsizsik. Meg a molylepke. Meg a kukac, meg a meg a minden. Át kell jól szitálni. Van benne fehérje is. Na, szóval egy a lényeg, testvéreim, hogy Isten azt akarja, hogy soha, de soha ne félj semmitől és senkitől. Soha. Soha. És erről beszéltem tegnap is, erről beszéltem Túrkevén is múlt héten, hogy amitől félsz, az még nincs az Isten uralma alá helyezve. Igen. Miért? Mert attól félünk, hogy meg azért aggódunk, amit elveszíthetünk. Afelől aggódunk. Hmm. És afelől aggódunk, ami úgy gondoljuk, hogy a miénk. De amíg nincs, azért nem kell aggódni. Igen, amikor te ezt föladod és azt mondod, Uram, legyen a tied. Igen. Onnantól kezdve béke jön a szívbe, az aggodalom elmegy, a félelmek elmennek. Miért? Mert átkerült Isten kezébe az a dolog. Igen. Amen. Amen. És Isten azt akar, hogy eljussunk mindnyájan ide, hogy így éljük az életünket, hogy szabadok vagyunk arra, hogy őt imádjuk. A bőségben is, a szükségben is, a jó lakás közben is, az éhezés közben is. Pál is ezt mondta. Hogy ismeretes vagyok az éhezéssel is. Pedig ő aztán az Isten embere volt. Ugye? Hát akkor hogy lehet, hogy éhezik az Isten embere? Hát nem? Érted? Mi az, hogy szűkölködik? Hát ha Isten embere lenne, akkor nem szűkölködne. Most ezt mondanák a nagy vezetők, úgymond. Ugye? Tehát abból látszik meg, hogy mennyire vagy áldott, hogy mennyire tudsz jól lakni, meg milyen autóval jöttél. Hát Pál nem erről beszélt. Nem bizony. Hanem arról beszélt, hogy tudok szűkölködni is. Szűkölködni. Igen. És tudjátok mit? Pál azt is mondta, hogy tudok dicsőíteni
dicsőítő énekeket mondani, miközben várom azt, hogy holnap kivégeznek. Bizony, komoly. És ebbe van az igazi erő. Félelem, nyista. Miért? Mert Istené volt az élete. Igen, így is, úgy is. Nem azt mondja, jaj, de sírak, jó Istenem, a vége lesz holnap, vége! Ő várt, és hogy megmondta, hogy Krisztus saját volna. Érted? De nem az övé volt már az élete. Igen. Már ő rég meghalt saját magának. Igen. Hanem Uram, imádlak és dicsérlek téged. Most ezek körülmények között. Nézzétek meg a keresztényeket. Dicsőítő énekeket énekelve mentek be a római arénába, hogy az oroszlának széttépjék őket. Dicsőítő énekeket énekelve. Jaja. Na, ők a példáink. Ugye, amikor... Mikor kövezték, igen. Értitek? Ők a példáink. Nekünk ebbe az irányba kell fejlődnünk. Nem a sikerteológia kell, hogy meghatározza, hogy hát Isten azért van, hogy ő egy jó pincér, és ha csekintek, akkor ő csinálja. Valami szükségbe vagyok, Uram. Ja, pincér. Gyerünk. Igen, most beteg vagyok, gyógyíts meg. Most éppen nincs pénzem, adjad, lökjed. Ja. Nem látod, hogy éhes vagyok? Nyomjad már! Akkor ezek a bővölködő tanítások, ezek akkor nem... Egyik se igéi. Nem. Az a része igéi, hogy Isten akarata az, hogy te bővölködjél. Meg Jézus azt mondta, hogy életünkre is bővölködjél. De Jézusban vagy bővölködő ember, érted? De mi meg megtanultuk azt, hogy Jézus egy ilyen kis szobor az életünkben, egy ilyen kis vallásos figura, amit fölteszünk a polcra. És mi élhetjük az életünket, és akkor, hogyha szükségbe kerülünk, akkor Jézusnak szólunk, hogy hát nem látod, pattani hogy... Pattanj ide! Érted, de Jézusban van benne a bővölködés. Igen, ez a Biblia, hogy azt is mondja, hogy Jézus gazdag lévén szegényért, ő szegénység által megvan. Így van. Ugye, de itt... Szellemi gazdagság mindenek előtt. Mert nyilván, nézd meg... Persze, minden szellemi, nyilván szellemi. Igen, de mikor azt mondja az ige, hogy rabszolgaként kaptad az elhívást... Ne foglalkozz vele. Nekem ez volt az első olyan ige, ami engem megállított, és okozta bennem ezt a reformációt. Elképzeltem, hogy milyen egy rabszolga élete. Nincsen semmije, ő maga is valakinek a tulajdona, láncok vannak a nyakán, a bokáján, a kezein, és folyamatosan gürcölnie kell, nincs szombat, nincs vasárnap, és azt mondja neki, az Isten fia, hogy te egy király vagy. És a rabszolga felemeli a megláncolt kezeit, és imádja az Istent. Hogy ő mindenkinél gazdagabb. Ez az a gazdagság. Mindenek előtt. Érted? És kilátás sincs arra, hogy ezek a láncok le fognak egyszer esni. De Jézus azért fizikálisan is szegény lett, szóval keresztelni lehetett látni. Nem volt szegény. De amikor megfosztották a ruháit. Ő nem volt szegény, oké, hogy levették róla. De azért mondja, hogy elhordozta, ugyanúgy betegségünket is elhordozta, szegénységet is elhordozta. Igen, lemeztelenítették őt. Nem, mert éhes volt, szomjas volt. Igen, de azt önszántából. Tehát nem úgy volt. Igen. Így van, de nem azért, mert ő neki nem volt mit ennie, vagy érted? Tehát, hogy nézd meg, azt írja a Biblia palástjára csak, érted, hogy sorsot vetettek rá a rómaiak, mert olyan értékes volt, hogy ezt nem akarták ketté szakítani. Azért mondja, hogy gazdag lévén szegény élet, hogy egy gazdag volt. Igen, de ez igaz a fizikaira is, de ne hegyezzük ki rá. Érted? Azt mondom, azt akarom, hogy nyilván de már most átment oda az egyháznak egy része, hogy ez fontosabb lett, mint az a felemelkező rabszolga, akikről rógnak a láncok, és azt érzi, és folynak a könnyei, hogy én vagyok a világ leggazdagabb embere. Na, ezek a keresztények erre ránéznek, erre a rabszolgára, és kinevetik. Ugye? Mert ő nem áldott. Mert ránézek, és nem azt látom. Ugye? Ugye egyet értesz velem? Én mondhatok valamit? Hát hogy ne butáskodj. Azért, mert hogy én értem őt. Én is értem. Persze. Csak hogy én szerintem arra gondolsz, hogy van olyan, hogy végül is egy olyan átok van valakin, hogy egyszerűen nem tud, de gyakorlatilag nem tudja akármennyit gürcöl, nem tudja kifizetni a villanyszámlát, tehát egyszerűen megköti ez az örökség, amit hozott valahonnan. Ezt akartam mondani ezzel most? Hogy föl vagy szabadítva, te fölszabadította Isten ezeket az embereket ettől a nyomortól, hogy egyszerűen nem tud
éhezik folyamatosan, nem tud megvenni magának egy normális ruhát. Érted? Szerintem én ezt gondoltam. Persze, értem, nyilván, persze. Az, hogy ettől mondom, megszabad, ugye? Megváltott, nem. Ettől az állapottól megváltott. És ezt nem akarja. Na, de ne essünk át a ló másik oldalára. Most egy jó a sikertelógiát, igen. Nyilván nem dicsekszik az ember, bizonságképpen mondom, hogy én egy nagyon szegény családban nőttem fel, nagyon, na mindig nem akarom tudni, nagyon szegény voltunk. És mikor megtértem, hát akkor is. És nem értette, nem ezt ígérték, nem ezt ígérték. Nem láttam, és nem tudtam, hogy mi a baj. Most így fogom leírni az egész életemet. Csorróként, csorró voltam, csorró lesz. És nem ezt ígérték a gyülekezetben. Nem ezt ígérték, de nem is ezt láttam a Bibliában sem. Hogy azért, amikor elkezdtem megérteni a megváltást, igen. Tudtam, hogy szellemi, de ugye fizikálisan is meg kell nyilvánulni. Igen. Ahogy a gyógyulás is. Igen. És mikor elkezdtem megérteni az Isten igényét, és elkezdtem hinni benne. Igen. Hát nekem olyan megtapasztalásaim lettek anyagilag. Dicsőség Isten. Hogy álmomban ember. Erről szól. Erről beszélek, hogy gyakorlatilag van egy... Isten akarata, hogy te bővölködjél. Van egy fizikai... Figyelj, tudod miért akarja Isten, hogy bővölködjél? Mert ő maga bővölködik. Igen. És ez is a mennyei minta része. De sokszor a bővölködés a legnagyobb ellenséged. Hát igen. Itt erről beszélek. Viszi el a szívedet. Viszi el a szívedet Jézustól. A bővölködő élet. Vagy a büszkeség, a pökhendiség, a felhéjázás, hogy hozzád magadhoz hasonlítod a kiskacsákat, érted? De hol vagytok, gyerekek? Majd, ha ti is majd így nyomjátok, meg ezért... Nem, sőt, én annyi ilyen keresztényt ismerek. Én inkább próbálom, úgymond, nem tanítani, de úgy elmondani, hogy igen. Lehet följebb menni. Tényleg is Istennél lehetséges. Persze, hát ez egy egészséges dolog, amikor valaki anyagilag fejlődik és bővölködik. Sőt, a gyerekeinek is tovább tudja adni, érted mindazt. Ez egy isteni terv része, de ez lehet egy gát is és egy akadály. Hogyha a szív hozzá tapad bármikor. Igen, tehát hogyha... Igen, mert Isten mindent egy olyan szemszögből figyel, hogy... Tehát kétféle dolog lehet, bármit veszünk alapul. Az közelebb visz téged Jézushoz, vagy elfelé visz tőle. És vannak helyzetek, egy nagyon érdekes dolog, hogy van olyan, hogy Isten még azt is megengedi, hogy elfelé menjél tőle egy ideig, mint a tékozló fiúnál. Tehát oda adja neked az örökségedet, és azt is látja, hogy te elfelé mész tőle. Érted? De nézd meg, ott a tékozló fiú egy nagyon érdekes dolgot mondott. Nem az volt, hogy én vétkeztem az atyám ellen. Nem ezt mondja. Az ég ellen, és atyám, te ellened. Tehát ő először is Isten ellen vétkezett, és ezt fogta föl. Érted? Ez nagyon-nagyon lényeges, és úgy ment haza, hogy ez az Isten szemében való vétek, amit én csináltam. Tehát az a megtöretés, az nem elsősorban az apja felé tört meg, bár ott is, hanem mindenek előtt az élő Isten előtt. Érted? És ezért tudott ő úgy hazajönni, hogy utána már értékelt az atyai háznak az értékét, és soha többé nem ment el. Ezért az apja oda tudta neki adni a gyűrűjét már, hogy azzal lepecsételjen majd olyan értékes papírokat, amivel már több értékesebb dolgokat, mint amit kapott az örökségébe. És hűséges volt rajta. Érted? Tehát Isten nagyon jól tudja, hogy... És ezt az egyik embernél meg lehet csinálni neki, a másik meg teljesen beleviszi a pokolba. És ott Istennek le kell tenni a kezét, így bam, lezárni. Ezt nem adom neked oda. Mert fontosabb az ember élete. Érted? És ezért van az, hogyha vannak emberek, akire Isten ráárasztaná az anyagi áldást, totál tönkre tenné. Igen. És ebből van több. Igen. Miért? Mert önzőek az emberek. Maguknak. Így. Érted? És a legtöbb szegény ember ilyen. És mutogatnak újjal a gazdagokra, de sokszor a gazdag azért gazdag, mert ő kinyitotta a elesettek felé már nagyon sokszor a kezét. De ezt nem látják, ezt nem tudják, csak azt látják, hogy miért van neki három autója,
miért lakik ilyen szép nagy házba? Én meg itt nyomorgok. Ezt csak Isten tudja. Érted, hogy ő már hány emberen segített, hogy mikor nyitotta ki az ő szívét. És lehet, hogy elsírná magát az ember, ha ez elmesélné. Érted? Ezt mi nem tudjuk. Tehát mi mindig csak a felszínt látjuk. Az, hogy hú, ilyenek az emberek. De Isten viszont látja mélységéig az egészet. Érted? És Isten azt akarja, hogy mi is járjunk vele így. Hogyha ő... És hidd el nekem, hogy nincs olyan keresztény ember, aki kész Istennel engedelmességben menni és megtenni azt, amit Isten mindig kér, hogy az olyan maradjon, amilyen volt. Nem. Mert Istennek az eredeti vágya, terve az, hogy ránk árassza a mennyet. És ez nem csak szellemi értelemben, minden téren. Érted? De ehhez kell egy együttműködés, egy szövetségi kapcsolat. És ehhez kell növekednünk. És ebben is úgy vagyunk, hogy igenis lehet ebben növekedni. Tehát, hogy Isten kicsivel kezdi el, de a legtöbben már a kicsit sem. De tudom, hogy a kisebb csodákra is, hogy például... Persze, mindenre. Valami szükséges, vagy pont azt mondjuk egy cipőt, vagy igen, bármi. Persze. És az is Istennek tulajdonított, akkor egyre... Így van. De ugyanígy, ahogy Isten elkér tőlünk dolgokat. Ugyan. És leginkább, most, hogy őszinte legyek, az adományozásban van ez. Hogy, olyan kevés van nekem is, hát ebből adjak. De hiszen, hogy a Biblia... Majd, ha Istenem megáld, az jobban majd, akkor lesz miből adnom. Tudjátok, hogy én hányszor mondtam Istennek ezt? Sokan mondták. És tudod mit? Igenis volt, lehet 1000 forint a zsebembe. És nem mondhattam azt, hogy nincs. Érted? És Isten azt akarta, hogy az az 1000 forint olyan, mint egy paprika mag, vagy egy paradicsom mag a zsebedbe. Igen. De amíg nem vetett bele a földbe, addig ott van a zsebedbe, ott dohosodik, érted? Össze van gyűrve. Értitek, mit akarok ezzel mondani? Tehát, hogy Istennek mindig azt akarja, hogy az ő folyójába bekerüljünk. Igen. De az is egy óriási nagy titok, hogy Isten soha nem a pénzedet áldja meg. Erről tegnap is volt szó, hanem az engedelmességedet. Érted? Nézd meg a Bibliában, amikor az emberek engedelmesek voltak. Ábrahám, amikor engedelmes volt, amikor odaadta az Izsákot, onnantól kezdve szólította Isten barátjának őt. Érted? Tehát az engedelmességet áldja meg Isten. Nem a pénzünket. És igen, egyre nagyobb pénzeket fog Isten ránk bízni. Miért? Mert egyre jobb sáfárai leszünk. És ő ugyanúgy, ahogy mi, egy dologért harcol, hogy bízhat-e bennünk. Mennyit bízhat ránk? Mennyin leszünk hűségesek az ő dolgaival? Vagy pedig egy idő után, mikor már hát ez már nagy összeg, akkor... Ez már az enyém, és ezt nem adom senkinek. És az más kíváncsi vagyok erre is, hogyha tegyük fel, hogy Isten elkezd használni, és mondjuk gyógyításban. Igen. Mondjuk egyre nagyobb dolgok történnek. Uh-huh. Ezt hogy kell kezdeni? Hogy mit kell csinálni? Szóval, hogy mondjam, hogy most elmondhatom egy... Persze, egy, hát azért vagyunk itt, persze. ...bizonyságot, hogy múlt héten voltam egy helyem, és... Hát nekem csak ilyen videóból láttam ilyen csodákat, hogy... Gyógyulásokról? Nem. Nagyon sok csoda történt már, amikor imádkoztam, de ezt a fajta csodát én csak mindig videón láttam, hogy ilyen is van. Hogy például mit egy rövidebb végtag meg tud nyúlni. Jaj, azért már mi is tapasztaltunk többször. Elmentem úgy héten egy helyre, és volt egy papával találkoztam. Uh-huh. Volt neki, nem tudom hány év ezelőtt, egy 20 baleset, de lényeg az, hogy a csípő csontja, ki kellett venni, és rövidebb volt az egyik. Igen. Beszélgettünk, és mondták, hogy szeretnék jönni. Éreztem, hogy imádkozzak érte. És imádkoztam érte. Mondom, és teljesen helyre jött neki. Helyre jött a lába. Dicsőség az van. Helyre jött a lába, és jött a feleségem, és azt mondta, hogy hú, ez föl kellett volna venni. Bizonyítik legyen. És mondom, minek? Nem kell. Minek bizonyít? Mert az téged fényezett volna, az a bizony. Így van. De minek? Nem kell. Nem az én dicsőségem. Így van. Azt látom, hogy
egyre nagyobb dolgok történnek. Amen. Ez hogy mit csinál? Örülj neki. Örülök, nagyon örülök. Örülök. Nagyon örülök. Figyelj, maradj mindig kicsi. Igen. Nem saját szemedbe. Tudd azt, hogy te csak egy olyan vagy, mint egy spakli az Úr kezébe, vagy egy korongecset, vagy akármi. Nem, mint érted? Tehát, vagy a kezed a hosszabbítása. Igen, tehát nem te vagy az eszköz, hanem te csak egy szerszám vagy az ő kezében, amin keresztül elvégzi az ő munkáját. Ja, hát ez az. Érted? És akkor egy ecset, érted, nem lehet büszke magára, hogy milyen szépen kifestett a szobát. Most csak mondtam egy példát. Kérlek, mert festő vagyok. Azért mondom. Most képzeld el, hogy ott büszkélkedne az ecse. Ja, érted? Nem. Hanem annak adja a dicsőséget, érted, aki kezébe vette, és használta. Érted? És mit tudsz tenni? Az Úrnak hálát adsz, és az Urat imádod. Uram, köszönöm, hogy használtál engem. Érted? A te eszközödként, hogy ezt rajtam keresztül végezted el. Érted? És én is így vagyok ezzel mindig, minden alkalommal. Érted? És ez nagyon jó. Addig jó, amíg nem vesztük el magunknak, hogy hú, az én nagy kenetem, gyere testvér, ha én ráteszem a kezem. Igen. Biztos. Értem. Jó, köszönöm. Meg ide fizesd a tizedet, és akkor imádkozok értő gyógyulást. Nem csak mondtam, hogy hogy szoktak működni a dolgok, tudod? Igen, szóval pont arról beszéljünk Anitával, amikor jöttünk, jó, a pénz, igen. Hogy ugye az a lényeg, hogy ne függjünk se akkor, ha kevés van, így van. Így van, ne változzon meg az Istenhez való viszonyunk semmiben. Igen, dirigál, tehát ne a pénz dirigáljon akkor sem, ha kevés van, mert akkor is dirigál. Hogyne, a szükség. Hogyan csinálom a dolgokat, ugye, akkor sem, ha sok van. Tehát ugye ezt a teljes szabadságot. Igen. Mert a pénz szeret. Se az éhezés, se a jó lakás ne vigyen semmilyen irányba. Minden baj, így van. Tehát egy a lényeg, hogy Jézus mindig maradjon meg a szívünk közepén, az első helyen. Amikor már átkelül második, harmadik, negyedik helyre, ott már baj van. Ott már Istennek közbe kell lépnie. Amikor ez tartósan van, tehát van olyan, mindenkinek az életében, hogy egy kis rövid időre valamit valami beleéli nagyon magát. Mm. Igen. Nem azzal fog Isten egyből lesújt, és villámok csapnak a mennyből ki. Nem. Hanem amikor huzamosan, hónapokon, éveken keresztül már a szívemben már nem ő van az első helyen. Érted? De ez annyi minden lehet. Valakinek a gyereke, érted? A foci, rajongás, érted? Annyi minden van, érted, aki Jézus helyére belép, és mi csak megmosolyogjuk, de az ő életében ez egy valóság. Ne, érted, hogy annyira, annyira bele tudják lovalni magukat az emberek dolgokban. És a hobbik is lehetnek ilyenek. A hobbik. Amikor már nincs a szívünk úgy az óron, hanem állandóan a hobbi körül. És azt is meg kell állni. Nekem is volt olyan idő, hogy Becába is, vagy a vadászat, vagy bármibe. Itt most álljál le Csaba is, fuss az Úr karjaiba. Túl sokat gondolkodtam rajta. Érted? És éreztem a szívem, hogy piros lámpa, hogy kigyullad a szívembe. És tudod mit? Isten nem úgy fogadott engem, hogy jó pofán vágott, hogy hol jártál, hülye kölyök. Ennyi ideig, hanem kitárt a karját, és átölelt. Érted? És annyira kedves tényleg Istennek ez a szeretete, hogy és újra érzem, hogy Uram, se a vadászat, se a peca, semmi ehhez a szeretethez, amit most érzek. Semmi sem. És ebből egy perc többet ér, mint az összes hobbim egy rakásra rakva. Érted? És Istennek ez kedves dolog. Áragyom a szeretet folyója. Érted? És Istennek ez a fontos, és ezért tudja odaadni a hobbira is, érted, a dolgokat, mert látja bennem azt, hogy nem erre folyik a szívem, nem abba az irányba nyomatom a szívemet, hanem vissza. Még akkor is, hogyha időnként így vannak idők, amikor tényleg úgy elkapja az embert a hév, mit tudom, egy-két napig, vagy hétig, akkor is visszaszaladok az Úr karjába, és ez kedves Istennek. És azt mondja, figyelj, nincs ezzel a hobbival semmi baj. Mert én vagyok még mindig az első neked. Így van, mert Ábrahámnak már nem Isten volt az első.
hanem az izsák. Egy időre, megint csak, ugye? Csak már egy kicsit hosszabb időre, mint amit általában.